A happy pakkok -ok kétségtelenül hatalmas szerepet játszanak a multiplayer játékokban, lásd TF2 vagy Overwatch. Az, hogy az egyes pályákon hol is mekkora pakok vannak, egy sokkal fontosabb kérdés, mint amennyire elsőnek tűnik. A habipakok pakok -ok helyezkedése egy kritikus pont a pálya balanszolásában, ugyanis ha valamelyik csapatnak indokolatlanul sok pak jut, akkor az folyamatos előnyt élvez, még ha túl kevés, akkor hátrányban van. Minden egyes pályánál rengeteget kell az azzal kapcsolatban, hogy hova kerüljenek a happy -ok és pontosan mekkorák legyenek, mindenféle szituációt figyelembe véve. Ezzel együtt viszont az overwatch van egy rakás olyan HP pak, ami nem lett túl érdekes helyre rakva. Nem tudni miért, nem tudni mit csinál az a HP pak, de az biztos annyira félreső, hogy felesleges helyen van, hogy soha senki nem használja. Ilyen pakokból fogom megnézni párat. A legelső pakhoz, Hanumurára látogatunk látogattunk el, itt van a második is, de annyira ne siessünk előre. Ugye ezen a pályán leginkább két helyen folyik a harc. Az egyik, amikor itt bejövünk a pontot, és ezt próbáljuk elfoglalni, aztán ha ezzel végeztünk, akkor a második pontnál. A pálya többi részén nem igazán harcolunk itt középen, vagy ott oldalt, vagy ilyesmi, leginkább a kettő ponton vannak a harcok, és ez elég érthető. Viszont valamiért az Overwatch csapata mégis úgy gondolta, hogy nekünk középre kell egy rakás HP pak. Ott van középen egy, ami igazából használt, tehát hogy mert amikor onnan kilőnek, akkor igazából néha felveszik, úgyhogy azt nem soroltam ebbe a kategóriába, de az is egy eléggé fura pack, de az ott valamennyire használt. Viszont amiről szerintem sokan nem is tudnak, az az, hogy szépen sétálunk, és ha kecsesen jobbra nézünk, akkor ott van egy HP pak. Hogy miért? Arról fogalmam sincs. Annyira messze van mindentől, amennyire valami messze lehet mindentől. Ott fenn néha esetleg nagyon ritkán, minden harmadik teli van valami harc, de ide is senki nem fog eljönni egy happy pocket, mert akkor vissza kell sétálni, és ez hatalmas hátrány, úgyhogy igazából itt sincs harc, a kettő ponton van, mindent nagyon messze van, úgyhogy szerintem ezt pedig senki nem használta a teljes óvros történelmében, tehát hogy <laughs> nagyon durva, hogy mennyire messze van mindentől. És ettől nincsen messze a második HP pakunk, amit megnézünk, az is ezen a pályán van, méghozzá ebben a kis alagútban, amiről most tudtam meg, hogy ez létezik egyébként, tehát így feljöttem a pályára és néztem, hogy aha, ott, ott, ott az a HP pak, amit be akarok mutatni, rendben, sétáljunk itt föl, ó, váó, wow, itt is van egy. Erről, erről nem is tudtam még, hogy itt van. Tehát, hogy <laughs> ha itt vagy kin és meglőnek belülről, akkor azt veszed fel, vagy mondjuk a healered felhílel, mert ugye van a de de nem. Itt is van egy HP valami, is, ez is nagyon messze van mindentől, annyira férres, hogy most tudtam maga létezését, úgyhogy <laughs> nem tudom, hogy ezek a HP bakok, mit szeretnének jelenteni, de, de nem igazán használtak és nem igazán vannak jó helyen, mert, mert hát igazából itt soha nem harcolunk. A következő állomásunk Numbáni, ahol rögtön 4 HP pak, amit senki nem használ, teljes mértékben használaton kívül vannak. Ez annak tudható be, hogy amikor csináltak a blizzardosok a pályát, akkor úgy tervezték, hogy a védelem már itt elindul, majd fönnállunk ott a teraszokon, a hídon, meg a busz mögül lövünk, meg ilyenek, a támadók pedig innen állnak is lőnek vissza igazából, úgyhogy úgy tervezték, hogy a harc már itt elindul, de nem. Igazából Numbálin senki nem védekezik itt rögtön a spawnnál, mindenki visszamegy a ponthoz, úgyhogy az ide lerakott 4 HP pak, teljes mértékben felesleges. Itt van a legelső, egy nagy hápipak, pack, amit soha senki nem vett még fel, senki nem sérül meg. Lent itt van egy kicsi hápipak pack a spawn előtt, itt pedig egy nagy, és végül pedig hátralunk is, még itt is van fönt egy hápipak, pack, úgyhogy igazából itt teli van minden HP a rengeteg nagy, meg kicsi hápipak rengeteg van, de, de teljes mértékben feleslegesen, mert itt soha senki nem harcol. Következő pályánk a Volskaya Industries, ahol itt vagyunk a támadó szpón előtt. Itt is van egy nagy hápipak, ami egy kicsit furcsa helyen van, mint ahogy a Hanumurán lévő nagy happy középen, de erre még azt mondom, hogy oké, okay, használjuk. Néha én is felvettem, úgyhogy igazából ezzel nincsen baj, meg ott is van egy kin, ami igazából egy nagyon jó helyen van. Tehát ez egy remek happy úgy, úgyhogy azt mindenképpen mindenki szokta használni. Viszont itt is van egy olyan hápipak, ami teljes mértékben használaton kívül van. Mert ugye, amikor kész a sportról, akkor rögtön elkezdesz támadni, vagy es esetleg elmész balra, vagy ilyesmi, viszont itt a pályának van egy jobb oldali része, ami nem is tudom, hogy miért létezik. Ide jövök, és, itt padok vannak, fák, kiskert, meg egy teljesen kidolgozott ház. És ebben a házban van egy HP pak. Hogy miért? Fogalmam sincs. tényleg ötletem sincs. Tehát, hogy soha senki nem jön béd, és itt egy teljesen random ház ki van dolgozva belülről ágyakkal, képekkel, tükrökkel, ami igazából szinte festmény volt régebben, én emlékszem, ami képen képpre ezen, de, de nincs ezen most semmi, úgyhogy igazából lehet, hogy valami történt vele. Viszont a lényeg, hogy ide soha senki nem jön be egy rendes átlagos meccsen, úgyhogy az ott lévő hápi pak teljes mértékben felesleges. A következő pályánk Oasis, ahol szerintem mindenki tud arról a HP pakról, ott az a kis kicsi HP pak, ami eléggé szerves részét képez egyes harcoknak, úgyhogy igazából szerintem azt mindenki vettem már fel egy párszor. Viszont azt tudtátok-e, hogy ha azon a HP pakon álltok, akkor konkrétan rálátok egy nagy HP pakra, amit soha senki nem használ. Nagyon közel van hozzá, viszont én még soha senkit nem láttam használni, és én is már tudtam meg, hogy létezik. Oda megyünk, és bizony ott egy nagy HP pak. Én megmondom őszintén, nem is tudtam róla, hogy van egy ilyen híd itt. Tehát, hogy rengeteg már emellette, de, de, soha nem vettem vissza, hogy az van egy HP pak egy híton, úgyhogy igazából ez nekem is új. Egyébként ez így a másik szponyolat is teljes mértékben megtalálható, úgyhogy az kettő HP pakot jelent, amit senki nem használ, mert igazából nem is láttam még, hogy ez itt van, úgyhogy... <laughs> ha nem tudnám, hogy ez itt van a pálya elejé akkor azt mondanám, hogy valamikor random berakták, de nem, ez elvileg mindig is itt volt, úgyhogy igazából úgy tűnik, hogy csak nem vettük észre. A harmadik HP-pakon gondolkoztam, hogy berakjam -e, mert igazából eléggé nem egyértelmű a dolog, de azért gondoltam, megmutatom nektek. Az pedig ez a HP-pak ami szerintem erről mindenki tud. Ez a hp amit mindenki ismer, viszont annyira messze van mindentől, annyira félreső helyen van, hogy mégsem használják, úgyhogy igazából ez nem egy nem ismert HP-pak, hanem egyszerűen rossz helyen van, úgyhogy igazából nem nagyon keveredik harcba, úgyhogy senki nem szokta emiatt használni. A most következő pálya, Eichenwald, ahol további két HP pakot nézünk meg, amit szinte biztos, hogy nem használtatok még. Ugye itt szépen toljuk a payloadot, mindenki megy, harcol, bum bum bum. Viszont azt tudtátok-e, hogy itt fönt a házban van egy mini HP pak? Igazából itt föl lehet jönni több oldalról is, meg ilyenek, de az az igazság, hogy nem nagyon szoktak ide felállni. Tehát amíg mondjuk ott a pélód, addig ide szoktak felállni, és erre a falra, vagy oda föl a kis bástyába, viszont erre a hídra, meg abba a házba senki nem szokott följönni. Esetleg ide egy útizó megri, vagy egy útizó soldier följön, de mondom, abba a házba senki nem megy be, úgyhogy az ápipak szerintem nem igazán van kihasználva. Én például nem is tudom, hogy itt van, nem is használtam még, nem is láttam még más használni, úgyhogy igazából szerintem ez teljes mértékben egy elhanyagolt HP pak. A másikat a pálya végén találjuk meg egy olyan helyen, ahol tényleg senki nem szokott játszani. Úgyhogy itt a pályán van egy ilyen hátsó része, ahol ilyen folyosókon meg ilyen szobákba lehet lenni, meg oda föl lehet menni például, de ott leginkább csak videóműköröket szoktam látni, úgyhogy igazából az sem annyira releváns. Viszont, ha ide bejövünk hátra, akkor van itt egy ilyen kis eldugott pici zsákutca szoba, ahol van egy hatalmas hápipak, amiről nem tudtam egyébként, hogy itt van, de, de, de itt van elvileg úgyhogy hogy segít nekünk. Viszont itt senki nem szokott harcolni. Mondom, de leginkább a videómétről szoktak csak feljönni, úgyhogy igazából itt semmi nem szokott történni, úgyhogy ez a HP pak, ez nem igazán szolgál senkit. És ami vicces egyébként, hogy én erről a HP pakról sem tudtam. Ez biztos, hogy mindenki használja, ez biztos, hogy nem egy ilyen elnyugodt HP pak, de én Tényleg nem láttam még, hogy itt van. Rengeteget játszottam a játékkal, 429 es szintű vagyok, Diamondban vagyok, rengeteget játszottam mindegyik pályán, de ezt még soha életemben nem láttam. De ne, nem mondom, hogy ez nincs kihasználva, biztos mindenki használja, csak, csak valami én nem vettem észre, hogy jövök ki a sporról, és így igazából belegondolva, hogy mindig itt, itt jövök ki. Va, valamiért mindig jobbra indulok el a sporról. Jövök ki, és hát igazából én jövök ki, akkor eléggé nehezen látható, de hát igazából mindegy. Én erre nem tudtam, de, de erre nem mondom, hogy ez egy kihasználatlan happy -buck. Oké, ezt most találtam meg. Erről sem tudtam. Ezt most itt élőben találtam meg. Akkor ezen a pályán sokkal több az ilyen eltugott mint gondoltam. De... wow. <laughs> Jó, hát igazából akkor, akkor többet találtam, mint amit számoltam úgy az elején, de, de, itt is van egy. Szerintem ez se azt a senki, úgyhogy... Wow, innen fentről soha senki nem szokott lőni, úgyhogy... Igazából, ja, ez a pályán van egy rakás kiasználatlan HP amiről nem tudtam legalább. Oké, okay, ez eléggé vicces, de miközben visszanéztem a felvételeket, észrevettem egy újabb happy pakot, amiről nem tudtam. Én, én tényleg nem tudom elhinni, hogy 400-as szinttel, hogy nem tudok ennyi happy ezen a pályán, de, de itt is van egy ott bizony, ott bent. <laughs> Ugye amikor azt, azt megtaláltam, akkor mondtam, hogy hát én igazából azért nem láttam azt, hogy mindig jobb jövök ki. És ez igaz is, mindig itt jövök ki, viszont én erről sem tudtam. Tehát ez, ez mióta van itt is? Szavak nélkül maradtam. Tehát <laughs> nem tudok már mit mondani. Itt a pálya végén egyikről sem tudtam. Nem tudtam, hogy ez a happy pakok léteznek. Azt tudtam, hogy itt bent azt hiszem van egy, ha jól emlékszem. Igen, itt van, erről tudtam, erről mindenképpen tudtam, még itt van ezek kis cuki kis easter egg, de arról a hátsó párról igazából fogalmunk sem volt, hogy léteznek, úgyhogy, úgyhogy nagyon durva, hogy mennyi mindenről nem tudok. Jól emlékszem, még itt is van benne egyébként, de ebbe, oh, igen, itt is van egy, úgyhogy Valamennyire azért vágtam itt a hátsókat, kettőt nagyjából, de, de a maradékról fogalmam sem volt, és, és nincs egy kis eldugva, tehát hogy az például nincs eldugva, az sincsen. Az a hátsó az tényleg el van dugva, úgyhogy az nem furcsa, hogy nem tudtam róla, de, de igazából ez a kettő, ez, ez, engem eléggé meglep, Még az a főső. Mi utom itt a egyébként? Tehát, hogy mit, mit, csináljak innen föntről? Jó, igazából az útizás minden eléggé jó, úgyhogy igazából ezt helyet megjegyzem, de, de én nem tudtam ezekről, úgyhogy <laughs> igazából eléggé durva. Ennyi lett van ez a kis pakos videó, elképzelhető, hogy ebből lesz egy TF2 verzió is, ahol olyan hapi pakokat mutatok a TF2 világában, amit hasonló módon senki nem használ, mert nagy eséllyel nem is tud senki a létezésükről. Ha tudsz még olyan Overwatch vagy TF2 hapi pakokról, amiket szerinted senki nem szokott használni, akkor nyugodtan írd meg nekem egy komment formájában, és én el fogom olvasni. Remélem tetszett a videó, sziasztok!